Trófeamustra, solymász bemutató, finom ételek és barátságos hangulat. Tavaly indult útjára hagyományteremtő célzattal a Bodrogközi Vadászfesztivál, mely idén Vármegyei Vadásznappal is kiegészült. Ez utóbbinak 2 évtizeddel ezelőtt adott utoljára otthont a Bodrogköz. A megnyitó keretében az új vadászokat is felavatták, valamint kiosztottak elismeréseket. Én úgy hiszem, hogy most érik be az a munka, amit itt a szervezők az elmúlt években végeztek a bodrogközi vadásznapok megrendezéséért. Hiszen ez az ötlet pár éve fogalmazódott meg, és úgy hiszem, hogy az itt lévő vadásztársaságokat sikerült aktivizálni, megszólítani, és az elmúlt esztendőben szervezték meg hagyományteremtés céljából a vadászfesztivált. A hagyomány pedig folytatódik. A Vármegyei Közgyűlés elnöke is úgy gondolja, hogy a vadgazdálkodás szerepének fontosságát mindig hangsúlyozni kell. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van ilyen jellegű eseményekre, hiszen a vadászat egy nagyon fontos dolog az életünkben. Nem is gondolnánk, hogy mennyire fontos, hiszen ha azt gondoljuk, hogy azt halljuk, hogy vadászat, akkor sok mindenki fejében más-más gondolatok fogalmazódnak meg. Azonban azt tudni kell, hogy igenis mi egy vadásznemzet vagyunk. 1000 évvel ezelőtt őseink is vadásztak itt. És ez napjainkig is így van, tette hozzá Bánné dr. Gál Boglárka. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Vadászkamara örül minden hasonló helyi kezdeményezésnek, hiszen ezek a rendezvények közelebb tudják hozni a lakosságot a vadásztársadalomhoz. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetünk, és most már megyei vadásznapként vagyunk jelen Cigándon. Ez mindenképpen annak az munkának az elismerése, ami előző éven itt megvilágításra került, illetve amit láthattunk, és ez egy elismerés, ugyanakkor egy biztatás is mindazon térség városainak, ahol hasonló megmozdulást kezdeményezői tudnak lenni, oda nagyon szívesen áll oda a vadászkamara, és teszi elismerté és közismertebbé a rendezvényt. És a mai nap örömmel vettem, hogy vadászok és nem vadászok vannak itt nagy egyetértésben, és baráti viszonyban, és azt gondoljuk, hogy ez a jövő, illetően mindenképpen a vadászat előnyére válik. Cigánd polgármestere nem csak városvezetőként, hanem vadászként is büszke az eseményre. Mindenképpen sikerként könyvelném el ezt a második vadászfesztivált is, hiszen látszik a látogatói létszámon, hogy megnőttünk. Az pedig, hogy a Magyar Vadászfesztivált is mi rendezhetjük, az egy óriási bizalom a vadászkamara részéről. Köszönjük szépen ezúton is nekik, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk erre. A vadászfesztiválra a hegyközben is meghívtak vadásztársaságokat. Ennek nem csupán a baráti viszony az oka, hanem a két kis régió vadállománya is kezd egymáshoz hasonlóvá válni. Úgy gondolom, hogy a Hegyköz és a Bodrogköz vadászati szempontból valamilyen szinten kezd összeolvadni, összetolódni, hiszen régebben még az volt, hogy a Hegyközben a nagyvadas vadászfeletek voltak, javarészt jobban, a Bodrogköz meg az apró vadasok inkább. És most pedig úgy néz ki, különböző tényezők folytán, hogy a Hegyközben is egyre többen elkezdtek foglalkozni fácánneveléssel, egyre több nyúl jelenik meg a mezőség kultúrák miatt, és a Bodrogközben pedig nagyon sok nagyvad, például gímszarvas van. A számos programot kínáló rendezvény közönség kedvencei idén is az állatok, a solymok és vadászkutyák voltak.